Önarckép értékkel, ez a címe a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza sorozatának, amelynek mai vendége zenepedagógus, könyvtáros, és még sorolhatnám tovább, de legfőbb hitvallása, ahogy ezt tőle megtudtam az elmúlt napokban, a zene szeretetének, a zenének az ismeretterjesztése, közvetítése, és hát erről azt hiszem majd a mai est folyamán nagyon sokat fog nekünk mesélni, visszaemlékezni, a jövőre akár kitekintést adni. Jöjjön tehát, és köszöntsük őt nagy tapssal, Béresnyi Koller Éva. Hát Éva, örülünk, hogy itt vagy, és kicsit sajnálom, hogy a nézők nem látták itt a felvezető perceket, a fő-fő próbát még, hogy elmondjam, hát Évának mindenkihez volt egy határozott, kemény mondata, mindenki tudja, hogy mit kell ma este csinálni, és a legfőbb az volt, hogy mosolyogjatok, és érezzétek jól magatokat, ez volt a végső parancs. Éva, nem lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen a teljes gyökerek Szekszárdhoz kötnek, hiszen Debrecenben születtél, és Szolnokról költöztetek ide Szekszárdra. Ez így van. Jaj, bocsánat, hát mindenki elkezdte valahol, én is. Azt hiszem, hogy ha engem júniusban beültettek volna egy labor vízbe, és augusztusban kiveszek, nem veszem észre. Ha adnak enni, inni, akkor én egész jól ellettem volna anyukám szerint. Itt a teljes család. Öten voltak testvérek, Éváék. Persze, hogy aki balról a második morcosan néz, az megint én vagyok természetesen, anyukám fölöttem. De hát hiába is próbál nagyobb keze deríteni. Mehetünk tovább a filmekkel. Éva, anyukától van a zene szeretet, mindenképpen igen, ezt mondjuk el, és a sok költözésnek az oka pedig édesapád. Igen, ő lemaradt a képről sajnos, ezért gyorsan pótoltam. Édesapám katonatiszt volt, és hát folyamatosan ugye költöztünk, főleg az Alföldön mindenfele, és kikötöttünk a végén Szolnokon. Anyukám pedig mindenütt gyakorlatilag azt hiszem szült egy gyereket. Tehát, sajátosan ünnepelt a család a költözés során. Én Debrecenben, a másik Orosházán, a többi Jászberényben, tehát úgy el voltunk. Itt megint nagyon jó kedvem van, mert állítólag beállítottak engem, olyan, nem tudom én, hogy labdázott a két nővérem, és hogy cicázunk, és nem kaptam labdát. Gyanítottam, hogy nincs hangom, mert éreztem. De elég nagy a nélkül is. Mehetünk tovább. Itt a nővérem látható, amint ő balettozott tulajdonképpen, és rengeteg gyönyörű előadásuk volt a Szolnoki Szigligeti Színházba vizsgálódás, és én rettenten irigykedtem rá, hogy milyen szép, meg egyáltalán színpadon, erre elvettem a ruháját, és hát láthatóan én is próbáltam pózolni. De azt mondtad, hogy rögtön érezted, hogy a balett az nem a tiéd. Hát nem, egyáltalán nem a lenyém volt, egyértelmű volt már akkor. Így aztán anyukám miután rájött, hogy egészen jó hangom van, neki indított, hogy akkor a zeneiskola fele vegyük az irányt inkább. Mehetünk tovább már is. Hát itt a gyerek szeretett már is, az első unoka, ugye az idősebb nővéremnek a kislánya. Én folyamatosan igazából pedagógus akartam lenni, óvónő vagy pedagógus, de amikor a zenét kezdtem el tanulni, akkor majd nagyjából kristályosodott később, hogy ebből inkább ilyen zene pálya lesz. Valószínű, mehetünk tovább a képekkel. Egy érettségi azért járt mindenkinek, igen, és akkor itt már kikerültem Fadra tanítani. Hát itt majd vissza fogunk térni egy csomó mindenre, mert őszintén, meghatározó korszakat életemben. Kettő évet tanítottam Faddon, és ez alatt az idő, amikor én kikerültem Fadra, szeptember 1-én, 2-án várt egy levél. Igen, furcsáltam, mert hát nem nagyon tudta senki, hogy kimentem tanítani. És 2-án a Gersen Józsi bácsitól várt egy levél. Ők meghatározó emberek voltak a mi életünkben, már az általános iskolába is, hiszen végig tanította az éneket nekem. Később aztán a gimnáziumban volt más is, és
Várt egy levél, hogy szeretettel várunk Évikém a pedagógus kórusba. Hát persze, hogy megyek, hát eddig is őnála énekeltem az általános iskolába, és aztán mentem a kórusba, és itt következő évben, 73-ban kimentünk Tambovba. Én még nem ültem repülőn életembe, élveztem egyébként, nem volt ezzel semmi gond, egész addig, amíg Moszkvába el nem hagytak. De a probléma ott volt, hogy akkor indult vissza a repülő is, és minden rubelunk megvolt, és akkor mentek a Gumba vásárolni a három busznyi magyar szekszárdi csapat. És Moszkva külvárosába, aki ott volt, azt tudja, megálltunk reggelizni utolsó nap, és én nagyon udvarias voltam, mert mint legfiatalabb kórustag mindenkit magam elé engedtem a mosdóba, és mondtam, hát csak viccesen egyébként, hogy nehogy itt hagyjatok. Á, tehogy is. Kimegyek, és nincs egyetlen egy busz se. És én teljesen kétségbe esve, hogy most akkor mit csináljak. A kollégium üres volt, takarítónő néhány, és mondták, hogy telefon nincs. Szerencsé, hogy akkor érettségiztem oroszból, és elég jól tudtam oroszul. És elkezdtem nekik magyarázni, hogy tehát hol van a csoport, mert én hozzájuk tartozom, és megyünk haza Magyarországra. Nagyon nem érdekelte őket egyébként. De amikor látták, hogy már nagyon sírok, akkor nagy nehezen kerítettek egy kulcsot, és akkor a telefonos szobába be tudtak menni. Hívtak egy taxit, jött egy fiatalember, én sem voltam csúnya őse, de bárhova elkerülhettünk volna. Én utólag gondoltam vissza, hogy úristen, akárhova elvihetett volna, de nem, elvitt a Gumba. És mondta, hogy hát íme a gum. Én meg nem tudtam, hogy az most akkor hol van, mert ugye itthon korzóméretekhez szoktam, és el nem tudtam képzelni, hogy akkor most bemegyek egy áruházba, az olyan, mint a korzó áruház, és akkor rendben van, de ennek nem volt bejárata. Hanem ilyen 2,5-3 méteres palákkal el volt végig takarva. Ez olyan, mint hát aki volt kint, azt tudja, hogy mintha ilyen pesti birkaszárnyakat körbekerítenének, és akkor ott körbe-körbe lehet menni, és rengeteg-rengeteg üzlet egymás hegyén hátán. És egyszerűen mondtam, hogy hát de hol menjek be? És úgy láttam, hogy ezek a munkások itt mászkálnak a palák között, ilyen kis 30-40 centik voltak, és bebújtam két pala közé. És akkor már láttam sok-sok embert, de már helyén vagyok. 2 óra hosszáig mászkáltam a Gumba. Senkit tenni. Nem az, hogy a szexárdiakat, magyar embert nem találtam. Több ezer, több tízezer ember mászkált. És akkor, mikor már a harmadik, negyedik emeleten második órája mászkálok, akkor megláttam lent, megboldogult szegény, nagyon-nagyon szeretük Pártai Gyuszi bácsit. Ő a zenekarral volt kint, és kétségbe esettem, akkor már nagyon sírtam, így odaugrottam a korláthoz, és kiüvöltöttem magyarul, persze, Gyuszi bácsi, de olyan rettentően sírva. 6 ember ugrott oda, és lefogtak, és visszarántottak. Na most hát nem tudtam megmagyarázni, hogy nem akarok öngyilkos lenni, vagy nem akarok kiugrani, de ha visszarántanak, Gyuszi bácsi nem látja, hogy ki kiabál, ugye? És akkor tovább megy, és én nekem az egyetlen ember volt akkor a mencsváram, hogy ja Istenem, megvan. És vissza lerántottam magamra az embereket, megint ordítok, hogy Gyuszi bácsi. Gyuszi bácsi nem tudta, mi a baj, mert azt se tudták, hogy eltűntem. És fölnéz rám, és akkor édesem mondja, szia bimbula, és megy tovább. Mondtam, most megőrülök, és üvöltöttem, hogy ne, onnan ne mozduljon. Summa summarum lerohantam. Akik ott hagytak a mosdóba, azokra rásózott, többet nem vásároltok, az Évának vásároltok, most az összes Rubelit elkötitek. Úgyhogy így volt aztán nyakbakasztos, nem tudom, a hősugárzó, meg hát minden, amit hoztunk haza. Ez tartozik. Ja, és anyukám, akkor már kint tanítottam faddon, és anyukám annyira féltett bennünket, hogy vigyázz kislányom, mikor fölszállsz a buszra. Hát konkrétan arra is vigyázzak, hogy hogyan melyik lábammal lépek föl. Nem az, hogy Moszkvába elveszek. 3 napig nem mertem elmondani otthon. És akkor, mikor megnyugodott, hogy már hazaértem, a repülő nem esett le, akkor elmondtam, hogy egyébként eltűntem Moszkvába. Na, ezt csak azért álltunk meg egy pillanatra. Itt igen, ott valahol a Jula hóna alatt vagy énekelek, ő táncolott bal oldalt valahol, mehetünk tovább. Hát ugye eljött a nagy pillanat 74-ben, persze, mehetünk tovább már is. Hát azért egy szó erejéig mindenképpen. Hát nem engedi, hát örülök, ha ezt megengedte, hát dehogy is, hát nem engedi. Hát azt mondta, hogy akkor elmegy haza. És hát azért még... Azért szerintem Jánosnak egy taps kijár, nem? Jézusom! Most rám fog haragudni. Nem az Évára. Látod, mennyien örülnek, hogy elvettél? Egy diplomaosztó, valaki örüljön azért, igen.
Anyukám, édesapám, 50 éves volt akkor, készült ez a kép. Aztán nagyon az volt a kívánságuk, hogy végre legyen egy gyermek, hát az első unoka, már én nekem ugye az első gyerekem, Csaba. A Csaba. Aztán a Máté fiam született meg 7 évre rá, és én közben majd aztán mondom, hogy hogy kerültem hova. A Máté mind a kettő folytatta egyébként a hagyományokat, zongorázni tanult mind a kettő a zeneiskolában, hát ezt ki nem hagytam volna ezt a képet, Máté éppen valami hangversenyen van. Közben én ugye a könyvtárban dolgozom már régen, amikor az egészségügyi szakközépiskolában óraadó voltam, és itt kis kórust csináltam, és ővelük énekelgettünk. Aztán ez már egy családi kép, hát 70, mikor is 2006-ból Olaszországban, mikor a tücskökkel voltunk Ravennában. Azért mondjuk el, hogy a fiúk mit csinálnak most. Hát majd mindjárt kiderül úgyis. A fiúk egyébként mind a ketten Pécset végeztek az egyetemen, itt már a Csabi diplomaosztója a pedagógia szakon, a Pécsi Tudományegyetemen, és Máté pedig, itt még mindig a Csabi, és Máté pedig a most jár a mesterképzésre a kommunikáció média szakon, tehát ez még folyamatban van, és azt hiszem ez a jelen, hogyha még egyet lapozunk, a büszke szülők ugye a gyerekkel. Az első ilyen nagyobb korszak ugye az életemben a faddi 2 év, ami csodálatos volt. Nagyon nehéz a faddi nevelő otthon iskola összevonva, ott tanítottam 2 évet, és bevallom őszintén, hogy meghatározó volt. Na de mielőtt erre a fadra térünk, azért szerintem hívjuk ide Németh Juditot, nem? Mielőtt erről beszélgetünk. Hát ha gondolod. Én szerintem jöjjön ide Németh Judit, és én megkérem, hogy kísérje őt ide Wagner Aranka is. Jó. És majd mindjárt megtudjuk, hogy miért. Helyet foglalnak köreinkben, és akkor én elárulom a nézőknek, hogy Aranka nagyon aranyos volt. Ő azt mondta, hogy bármit kérdezhetek, de ő nem emlékszik semmire. Mindenre az Éva emlékszik. Judittal nagyon érdekes, hogy szoktunk találkozni, de az utóbbi időben nem sűrűn. A mai nap folyamán 2-szer összefutottunk a városba, úgyhogy nagyon készültünk az estére teljesen véletlenül. Judit az az egyik olyan ember sok barát közül Éva életébe, aki számos ponton kapcsolódik, aki számos eseményen, a munka során, magánéletben ott volt. Talán, hogy jön utánam. Hát akárhova megyek, mindig belebotlok. Most a könyvtárban már nem tudom hány éve botlunk egymásba folyamatosan. Aranka, a gyerekkori barátnőm, elválaszthatatlanok voltunk. Tulajdonképpen igazából naponta 3-4 órát minimum együtt voltunk, azt hiszem, ugye? Tehát nálunk az volt a divat, hogyha végeztünk a gimnáziumba, akkor nem mentünk haza. Apuka mindig, ebédelni sem mindig, oda sem mindig, mert akkor az már necces volt visszajönni. Apuka 5 órakor jött haza mindegyikünknél, és akkor rohantunk a zeneiskolába a Józsi bácsihoz énekelni. Mert hát, ha van olyan trehány diák, aki nem megy, vagy hiányzik az énekorán, akkor van egy luk, és már is be lehet ugrani, mindegy, hogy van-e óránk, vagy nincs óránk, mi mindig ott voltunk, ott éltünk, a zeneiskola volt a második otthonunk. Tehát gyakorlatilag ott töltöttük. Aztán ott kezdtünk el együtt énekelgetni, már az általános iskolában is, ugye mi hárman is, Uramisten, de szép volt. Együtt énekelgettünk tercetteket, a Gersa Józsi bácsinál is, és a Kovács Józsi bácsinál is egyébként. A gimnázium évek alatt viszont nagyon meghatározó volt még egy ember, aki bennünket irányított folyamatosan, és ez pedig nagyon Dor volt. Tehát én úgy gondolom, hogy legalábbis a hármunk életében azt hiszem, hogy mondhatom, hogy ez a három ember volt az, aki elindított bennünket arra a pályára, vagy afelé, ahol most mi tartunk. És én nagyon-nagyon hálásan köszönöm Nagy Andornak, Gersa Józsefnek, akik nincsenek már közöttünk, és Kovács Józsi bácsnak, aki hál' Istennek közöttünk van még, de olyan beteg, hogy Jula, itt vagy? Azt hiszem, te beszéltél vele. Igen. És mondd el, hogy miért. Kovács József tanárúrral múlt napokban beszéltem. Nagy-nagy szeretettel üdvözli az Évát, és azt mondta, hogy hát Julika, elkéstek. Elkéstek azzal, hogy én be tudjak jönni Szekszárdra, hogy több percet ülni tudjak, és hogy lássam azt, ami történik. Sajnos azt mondja, hogy mindkét szemére vak, alig lát, és van egy egyensúly zavara, ami nem teszi lehetővé, hogy
hogy járjon. Tehát otthonról üdvözli az Évát, üdvözli a kedves közönséget, és reméli, hogy mindenki nagyon jól érzi magát ebben a műsorban. Lélekben itt van az Évával. Köszönjük. Nagyon köszönöm. Itt a képekkel tovább mehetünk, mert itt csak ez egy helikoni kép volt. Itt a Józsi bácsi fönt látható a korepetitorral, és a 73-as, 74-es énektanszék diákjai köztük mi. És hát itt vagyunk mi. És hát ez egy nagyon-nagyon fontos nagyon, kép. Igen, nagyon fontos. Mondhatnám azt is, hogy a mai este egyik legfontosabb ez képe. Ez lesz a fénypont. Nem? Ez lesz a fénypont, komolyan mondom. Én mondtam a Lányi Péternek, mert kértünk segítséget tőle, mert egyedül nem mertek ők vállalkozni. Hogy amikor ezt itt énekeltünk, 14-15 évesek lehettünk, és 40 éve volt ugye körülbelül, több is, mint 40. Valaki azt mondja, ne számold. Ne számoljam? Na de hát állandóan azzal érvelnek, hogy juthat ilyen hülyeség eszem, hogy énekeljük el azt, amit ott énekeltünk. Na most, hát miért ne? Jutka azt mondta, ő már csak szaval. Most ez eddig rendben is van. Aranka mondta, hogy hát én énekeltem egy darabig, de most már régen nem énekeltem. És akkor mondtam, hogy Péter, nem segítené nekünk ebben egy kicsit? És azt mondta, hogy hát jó, hát akkor mondom, kísér, tudom, hogy nincs hozzá kíséret, de kísér már zongorán bennünket. Bementünk kettőször. Nem volt több. És akkor néztem a szemem sarkából, hogy milyen arcot vág a Lányi Péter. Hát, nem volt örömteli a pillanat. Vége lett a dalnak, azt mondta, hogy hát gyerekek, nem a rossz ez. Grammy díjas nem lesz a lemez, az már biztos, és ne holnap induljunk lemezfelvételre. Ennyi volt, de mi megfogadtuk, hogy majd elénekeljük. De elnézést kérünk előre mindenkitől. Jó, itt még van egy néhány kép, talán nem tudom. Igen, ugye az elválaszthatatlan barátnők, és akkor, ha itt van, nem tudom, van-e még, mehetünk a Jutka mappára tovább. És itt megint csak természetes vele is ugye így kezdődik. Hát és de hogy mi lenne, hogyha... Itt, na, mindjárt egy pillanat, és akkor itt a könyvtárban vagyunk már együtt, igen. Én szülés után vagyok, Jutka meg vidám. Itt is vidám, én azt hiszem nevettetem éppen, a könyvtár lépcsőjén ülünk, kint van nálunk a szőlőben, mondom, oda is eljött utánam, hát szüretelünk és jön utánam. Igen, itt megint én a tücskökkel vagyok már, de ő oda is eljön szavalni. Itt, mikor a legelső program volt a Tücsök Zenés Színpad, ez a próza és énekverseny, ez a megyei popdalverseny, oda is befurakodott, meg ide is, nosztalgia bál. Elvittük magunkkal, jól érezte magát itt, tehát ugye a szokásos utcai pletyka, mind a ketten nagy áhítattal figyeljük az egyik kollégánkat. Itt valamit csinálni akarok, azt hiszem, valami edény van a kezembe, de nem sokáig teketóriázok, mert a következőképpen jól látszik, hogy a Jutka fejére húzom egy nemes egyszerűséggel, és akkor kész szálkán voltunk kint az egész könyvtár banda. Tehát így tulajdonképpen végigkísérte az életünket, ugye, ez a közös-közös állandó együttlét. Én most azt szeretném, hogyha ezt a dalt elénekelnénk, és Jutka még itt lesz velünk az este folyamán, tehát ő mindenképpen még elmondhatja a saját maga verzióját, hogy ő hogy emlékszik a dolgokra. De mi akkor megkérjük Pétert, nem tudom, hogy Péternek van-e valami hozzáfűzni valója a produkció előtt bármihez is? Kérek, amikor a tésztaci kísért bennünket, mindig hagyta, hogy legyen időm nyelni. Most is kérem. Jó? Köztek is szüneteket tarts, hogy nyelni is tudjunk. És az Évának még csak a hölgyeknek mondom, volt egy nagy kérdése. Ne gyertek közelebb, mert megőrülök. Maradjatok távol. Aki belül sír, neve van.
Sztuprics Editet kérném szépen, hogy jöjjön ide közénk. Gyere! Hát szervusz, Editém! És nem mondd azt, hogy te sem emlékszel semmire, légy szíves, jó? Hát sok minden. De zenére igen. Ismerős volt? Igen, a zenére emlékszem. Ezeket ti énekeltétek annak idején, mást. Meg sok minden más is, igen. Éva egyik legkedvesebb tanítványa Edit, aki hát azt lehet mondani, hogy az egyik büszkesége is, igaz, Éva? Igen, akkoriban azt mondtuk ugye, hogy hát minden 20 évben születik egy ilyen hang. Nem túloztunk, gyönyörű szoprán hangja volt, és akkor, amikor fölfedeztük ezt, hát el nem mulasztottam volna, hogy akkor még ilyen úttörősereg szemlék voltak, hogy mindenféle versenyre indítsam őket, szólóba is Editet természetesen, és egy gyönyörű népdallal meg is nyerte aztán az egyik megyei dalversenyt, és hát azt már mondd el, hogy akkor kivel versenyeztél, hogy nyerted meg, és hova jutottatok ezzel? Mesélj! Hát nehéz lesz énekelni. A Fábián Éva neve biztosan ismerős, Szexádon különösen. Egy örei lány volt, és a mai napig országosan ismert szerintem népdalkörökben. Tehát ővele nyertünk csillebérci táborozást. Úgyhogy arra is emlékszem, jól éreztük magunkat. Milyen tanár volt Éva? Nagyszerű. Hát szegény merre mást mondani most is. Na hát azért ez hozzá tartozik, hogy nem tudom, előre mehetek-e. Tehát amikor én... Ahova akarsz, Editke? A művészeti szakközépiskolában. Hát idézőjelben véletlenül, mert nem hiszek a véletlenekbe, de valahogy most röviden. Véletlenül oda kerültem. Azt neki köszönhetem, mert ha nem tanulunk például Mozart terceteket, Márinta Hajnal Rózsa újja, ugye a varázsfuvolából, meg az Az, hol én elmegyek népdalt, nem is tudom, mit énekeltem volna a felvételén. A Mozartot fel kellett transponálni, és az én általános iskolai 8. könyvemet vittem, szemben a többiekkel, akik rendes énekkottából, ilyen nagy méretű kottából énekeltek, és én csak néztem, hogy hova kerültem. Haza is jöttem volna ilyettemben, ha anyukám és a nagynéném azt nem mondják, hogy már pedig itt most legalább énekelj, nem mondják, hogy semmit nem tudsz. És azt énekeltem, és így vettek fel. Ha jól tudom, akkor egy kis meglepetéssel most készültél Évának. Hallani fogjuk ezt a bizonyos sikeres népdalt, amely tulajdonképpen ezt a győzelmet hozta. Pécsett vagyok, ott élek lassan 20 éve. 10 évet a színháznál dolgoztam, most pedig az Apácai Nevelési Központ művészeti iskolájában tanítok éneket. Kiváló tanítványaim vannak, és nagyon jól érzem magam. Egyébként tanítottam Szexádon is 8 évet. Tehát azért azt se hagyom ki, mert nekem vannak itt nagyon kedves kollégáim, akik még itt dolgoznak, meg barátaim. Jól tudom, Évával is élő a kapcsolat. A mai napig, persze. Tanácsokat esetleg néha lehet tőle kérni? Egymásnak. Igen. Most már egymásnak. Igen. Hát az a legszebb, amikor a tanítvány túlszárnyalja a tanárt. És az egy csodálatos dolog. Hát ritka adomány az Évának, hogy ő mint volt tanárom kért tőlem tanácsot és segítséget. Erre nem sokan képesek. Ez így van. És hát az is biztos, hogy tény, hogy ha én jól tudom, akkor Edit első koncertje Péterrel volt.
Ez így igaz? Igen, én még Pakson tanítottam, tehát 80-ban végeztem a főiszkolán, Pécset, magánének szófér szakon, és Pakson tanítottam még, amikor valamikor régen nagyon sok kórus találkozó volt. És egy ilyen kórus minősítői hangversenyre hívott meg engem Jobbágy Valér, ide Szekszárdra, tehát valamikor hallott egy ilyen összejövetelen engem a paksi kórus színeiben énekelni szólót, és akkor meghívott egy Händel mű előadására, amiben Péter, Lányi Péter kísért engem először Szekszárdon, igen. És ennek volt folyamánya, hogy aztán eljöttem énekelni a Szekszárdi Madrigál kórusba. Hát most se lehet így elmenni, csak egyszerűen. Péter már a zongoránál, mit fogunk most hallani? Ez is egy emlék, tehát amikor még nem tanítottam itt Szekszárdon, 86-ban, akkor nyílt meg a Művészetek Háza. És annak a felavató ünnepségén én énekeltem 4 Debussy dalt. Ezt is Jobbágy Valérnak köszönhetem. Akkor Dubai Tamás kísért engem zongorán, és akkor énekeltem ezt az egyik dalt, a Piero címűt, amit még egyszer a bemutatkozó hangversenyemen énekeltem egy Szekszárdon, amúgy meg 150 éve született Debussy, tehát ez egy jó kapcsolódás, gondoltam. Halljuk, köszönjük szépen! Eddig főként komoly zenéről hallottunk, de a te életedben volt egy meghatározó irány, ami abszolút könnyű zene és a kalandok sora. Bizonyám. Iva azt mondta, bocsánat, hogy itt vannak olyan részek, amiket nem szabad elmondani. Hát nincs ebbe semmi. No, nagyon szép időszak volt ez, mondtam én, hogy... A szinkronról, aki nem tudná, a szinkronról beszélgetünk. Most akartam mondani, igen, hogy az előbb említettem, hogy ugye működött nagyon a szinkron zenekar akkor már a gimnázium évek alatt is, és mi már akkor énekeltünk gimnazistaként, a Nagy Andor tanár úrnak voltak ilyen őrült ötletei, hogy zenés műsort készített, és akkor például volt egy ilyen, hogy De az alma ugye jó volt. Meg, és mit csinálsz, mit tudom én, ilyen órán, olyan órán, amolyan órán, és akkor, ó, hát kik is énekelnek, Jutka, Aranka, Éva, ti jártok énekelni, na, akkor énekeltek a szinkronnal. Természetesen, hát ez nem rossz dolog. És így aztán képbe kerültünk az Ábrahám Zsoltéknál, akik akkor már nagyban művelték ezt a dolgot az eredeti felállásban. Úgyhogy én mielőtt tovább mennék, szeretném, hogyha szólítanánk Zsoltot. Jöjjön Ábrahám Zsolt! Hát hogyan, igen, hát hogyan emlékszik Zsolt Évára? Az mindig nagy dolog volt, hogy a zenekarban volt egy hölgy. Nem volt divat még akkor, de Szekszárdon divat lett belőle, mert Éva beszállt a zenekarba, és ahogy Nagy Andort említette, akkor működött az irodalmi színpad, és hát ezzel a mai divatos szóval akkor együtt hakniztunk. Az irodalmi színpad ment Bonyhádra, ide-oda-amoda, és együtt ment a csapat,
És Éva hangja akkor már nekünk megtetszett, és főleg az, hogy szerette az akkori zenét, amit mi játszottunk. A szinkron híres volt arról, hogy több szólamban énekelt, és hát a négy szólam az megszokott volt, jött hozzá egy női szólam, és így akkor egy hölgy társaságában elkezdtünk mi is haklalkozni. Hát rengeteg jó sztorink volt együtt. Szerintem van tényleg olyan, amit nem biztos, hogy el kell itt mesélni, de... Mondtam én. De nagyon sok kellemes pillanatot töltöttünk együtt. Az Éva nagy tiszteletnek örvendett a zenekarba, hát mégis egy hölgy volt, akivel mindig úgy bántunk. De ezt hadd mondjam el, Éva azt mondta nekem, hogy mindig úgy érezte magát, mint egy kis húg, akit a bátyai védelmeznek. Azt mondta, hogy a koncertek után ő nem lehetett inzultálni, nem lehetett szinte a közelébe férkőzni, annyira óvtátok. Ez így van. Hát felelősséggel tartoztunk érte, hiszen mi voltunk a vezérbikák, ugye a zenekar tagjai. És épségben haza kellett vinni Évát. Persze, és hát az Éva apukájától is fértük, hát katonaember volt, és mi katonaság előtt álltunk akkor még, és szerencsések voltunk, mert azt hiszem a zenekar volt, talán egy ember volt katona, ugye? Nem azért, mert az apukám katona. Nem azért. Alkalmatlanok voltatok mind. Igen. Bocsánat, szakszolgáltra és hát gyakorlatilag rengeteg sztorink volt. Talán mondhatok egyet-kettőt, ami hogy egyszer Pécsre jöttünk haza a zenekarral, egy mikrobusszal. Akkor még a műfáznak a sofőrje az Otto volt, a kis Otto, Isten nyugasztalja őt is. Ő volt az állandó sofőrünk. És jöttünk haza, és akkor az úton éjszaka 2-3 óra lehetett akkor? Hát mindig úgy jöttünk. Mindig úgy jöttünk haza. Láttuk, hogy egy Trabant áll az úton, de középen, és egy kicsit ségelt. Sem erre nem lehetett elmenni mellette, se arra nem lehetett elmenni mellette. Hát akkor megálltunk, hogy megnézzük, hogy mi történt, nem valami baj van. Kiszálltunk az autóból, oda mentünk a Trabanthoz, és mit láttunk, hogy könyökölve békésen szundikál benne a sofőr a Trabantba, és így megmozgattuk a vállát, és jaj, öcsém, hozzá egy pohár bort nekem, vagy valami. Hát kiderült, hogy az úr úgy aludt el, hogy a harmadik pohár bor után volt, gondolom, vagy a sokadik után ott a Trabantba, úgyhogy a zenekarra félretoltuk az útszélén, a sluszkocsot kivettük a sluszkocsot, hogy betettük a hátsó ülésre, nem vettük el, mire megkeresi, majd gondoltuk, addig el majd kihozanodik. Tehát ez egy nagyon jó kis sztori volt akkor. Hát nem beszélve arról, hogy az éjszakai pakolások, a sok nevetés, a hülyéskedés, megérkeztünk hajnali 3-kor a műfázba, és ugye hát az akkori Péter bácsi a gondnok, mindig fölébresztettük. Őrültnek. Mondjuk el, hogy ő ott lakott, van, aki ezt nem tudja, hogy ahol most a Babits művelődési házban a büfé üzemel, ott igen. Volt a szolgálati igen. Lakás. Igen, és hát ő nem igazán örült nekünk hajnalba, és hát voltak kisebb incidensek, szegény egyszer le is esett a zenekari árokban, amikor pakoltunk, úgyhogy ez egy kicsit keményebb dolog volt, de nagyon szép emlékek vannak. És nem beszélve a fúkos időszakról, akik emlékeznek rá, volt a Fiatal Utazó Klubja, Kaiser Mistára is nagy tisztelettel emlékszünk, és emlékezünk vissza, mert ő is egy nagyon meghatározó alakja volt az akkori időszaknak, hiszen a fúkosokkal mi nagyon sokat mentünk együtt, bármilyen fesztiválra, vagy rendezvényre, versenyekre, amiket most már büszkén mondhatom, mindegyiket megnyertük annak idején, a Keszthelyi Helikonon voltunk, a Salgó-Tarjáni Amatőr Fesztiválon, itt ott amat, és hát ugye a fúkosok elkísértek bennünket sok helyre, úgymond szurkolóink voltak, mert annak idején volt két nevesebb zenekar, ugye volt a szinkron, és volt a Bonyhádi Animátó, akinek esetleg emlékeibe ez még megvan, és a két zenekar rivalizált egymással, két külön közönséggel, úgy, mint mondjuk a Fradi vagy az Újpest. A közönség megjelent állandóan a műsorainkon, és éljen a szinkron, a másik pedig ki a király, animátó, és akkor egymásnak kiabáltak. Egy akkor ilyen fiatalos tüntetés volt ez. Éva, neked mit jelentett ez az időszak? Nagyon fiatal voltál. Persze, de hát mindent. Hát minden... nem sokat változott. Ez így van. Hát elég szomorú, akkor is így néztem ki. Na mindegy. Nem, akkor a édesácsi nem biztos, hogy elvesz feleség. Jó, ezt nem is említettem. Hát szóval ugye a védőkarok a zenekarban odáig nyúltak, hogy egy igazi szerelem született házon belül, aminek az eredménye a Béres Kollárival házasság.
Igen. De erről nem szabad beszélnünk. Igen, megérdemli. Igen, erre írta a Facebookon ki a Zsolt nemrégen, hogy kirakta a képünket, és akkor odaírta, hogy és Évike, ugye, akit nagyon tiszteltünk és szeretünk, Béres Encse meg elvette feleségül. Igen. No, egyébként rémálmaim egyike a szinkron korszakból, amikor Salgó Tarjáni fesztiválon voltunk, és azért technikailag annyira még, tehát jól álltunk, de én nekem olyan kis picike kis orgonám volt, egészen picike, mi volt, az nem tudom, de oda mentünk Salgó Tarjánba. Matador volt a neve. Hát borzasztó, tehát mindegy, nekem elég volt. Viszont akkor, amikor elmentünk Salgó Tarjánba, és ott adott technika volt, és föl kellett menni, és azt mondták a fiúk, hogy akkor menj az orgonához már. És ilyen, nem tudom, hát hány manuális, tehát ilyen hatalmas nagy valami, mintha nem is tudom, mekkora asztalt látnék, és én néztem, hogy mennyi billentyű, meg mennyi gomb, hát ezzel, de most konkrétan versenyen voltunk, hogy kellene játszani, de hát melyik soron? Volt 5-6 sor, voltak feketék, fehérek, tehát fogalmam nem volt, hogy itt játszok. Esküszöm, a mai napig nem tudom, hogy valami, csak imitáltam, vagy, de minden esetre volt egy olyan fesztivál is, ahol én lettem Mágocson a Hegyháti Beat Fesztiválon. A szóló kategóriában igen, megnyertem ugye az első helyezést. Igen, ez nagyon szép volt. Utólag is jó rá gondolom. Gratulálsz utólag, igen. Igen. Annak idején még a Komjáti György volt a zsűrinek az elnök az ilyen fesztiválokon. És hát ő is egy nagyon kedves emlék, mert utoljára akkor találkoztam vele Pesten az Interkontinentálban, volt egy autós bál, és ő ott volt, és oda mentünk beszélgetni hozzá, és megismert bennünket. Hát akkor a Komjáti név bizonyára, itt sorban ülök, emlékeznek a Komjáti műsorokban, a rádióban. Ő egy nagyon nagy név volt a könnyű zene terén, és ő azt mondja, tudom, hogy ki vagy, tudom, hogy kik vagytok, jók vagytok, emlékszem rátok, találkoztunk akkor is valamelyik fesztiválon, és mondta, hogy ha ti nem Szekszárdon laktok, hanem Budapesten, akkor bizonyára a passzátszél jobban fújt volna nektek. Tehát magyarul az volt, hogy főváros centrikus volt az egész dolog, ugye ott volt a televízió, a rádió, és ugye akik a tűzhöz közel voltak, azok tudtak igazából érvényesülni, de abszolút nem sajnáljuk azt az időszakot, amit itt eltöltöttünk, mert hát mit voltunk, sztárok, ugye? Igen, igen, ez így van. Hát akkor lássuk, hogy milyen volt az az időszak, kicsit felelevenítve egy saját szerzeménnyel. Hát a kedvencünket akkor... Menj, majd utánad megyek. És mondd el, hogy mi fáj. Nézd rám, arcomon egy könnyes pillantás, mert én rád gondolok. Te is jól tudod, hogy fáj az a régi búcsúzás. Nézd rám, arcom könnyes, szomorú, várj rám, bocsásd meg, ami rég elmúlt, ami rossz volt, az elmúlt, vissza nem jön már, ami van, egy újabb szerelem. Vissza nem jön már,
1974 óta dolgozol a zeneműtárban. És akkor szerintem most Juditot is megkérjük, hogy azért fogja meg a mikrofont, mert eddig még sokat hallottunk róla, de még nem nagyon beszélt arról, hogy tulajdonképpen akkor hogy is van ez Évával? Milyen kolléganő Éva? Szegény Judit nem mer semmit sem mondani. Régebről akartam kezdeni, mert 11 éves korunktól ismerjük egymást, és ahogy Éva is mesélte a zeneműt, később pedig a művelődési ház volt a második otthonunk. Először is volt két szolfézs óra, két hangszeres óra. A zeneiskola maga volt a vadon, mert mögötte volt a szabadtéri mozi, délutánonként ott ökölvívó edzések voltak, és hát én például 4 hegedű tanárt nyűjtem el, úgyhogy nagyon szerettünk oda járni, és mindenünk volt a művészet, annak szeretete, és amellett gyerekek is voltunk, tinik is voltunk, és nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza a Sós Sándor művelődési házra, korábban iparos székháznak, a téli kertjében volt a szinkron vasárnap 4-től 8-ig. Bizony. És 8 órakor sipírc volt haza, és ezekre a szép számokra szívesen emlékszem, meg hát az első táncolgatásokra, mert egyébként a gimnáziumban ugye fehér ingbe kellett mennünk, és 5 órai teják voltak, 8-kor haza. Úgyhogy mégis nagyon-nagyon boldogok voltunk, és játékosak. Az mi változtatott, hogy kolléganők lettetek? Aztán... Semmi. De az Éva már egy öreg motoros volt, mikor én oda kerültem. Öreged, mint én, most nem azért. Lehet, hogy nem sminkeltem jól, nem tudom, de... Én még csak 30 éve dolgozom a könyvtárban az idején, úgyhogy... És jó, ott találkoztunk, volt. Aztán valahogy... Oda csábítottalak. Úgy adódott, hogy a zeneműtárba kerültünk, és kerültem én is mellé tanoncnak, és aztán nagyon, nagyon sokáig, tám vagy 8 évig együtt dolgoztunk, és rengeteg emlékünk van, amiről talán te majd mesélsz. Hát annyit csak, hogy közös órák voltak ezek. Igen. A zenei foglalkozásokat csináltunk több százat. Komplex zenei, irodalmi foglalkozások voltak, és mondtam a Jutkának, hogy akkor tiéd a próza, enyém a zene, és amikor jött, tehát voltak olyan foglalkozások, amiket több iskola kért, és több osztály. És hát katasztrófa volt, mikor 312-et szerint játszottuk ugyanazt el, mert hogy ezt ugye minden kollega asszisztálta, tehát áthallatszott mindenhova természetesen, föl, le, igazgatóra, mindenhova. És már kívülről fújták ezeket a darokat. A másik pedig, amikor karácsony jött, akkor rengeteg óránk volt, és mi annyira meg tudtunk hatolni magunkon, komolyan. Tehát, olyan szerint vettünk karácsonyfát, földíszítettük, a gyerekek ott ültek a meseszőnyegen, és akkor megvoltak a jól bevált mesék, énekek, zenék, amiket aláfestőként. Jutka például mondta, hogy... Nem is tudom, melyik mese volt az, amelyik, hogy ezüst mackó, és mikor azt mondta, hogy éppen karácsony este, akkor tudtam, hogy nekem be kell indítani a csendes énnek, egész halkan aláúsztatni a zenét. És akkor már, mikor jött, hogy éppen, akkor már elröhögtük néha magunkat, mert tudtam, hogy akkor most nekem ilyen, jaj, elfelejtettem az éppenné beindítani. Viszont a csendesé alatt áhítattal néztük a fát, és elkezdtünk sírni, potyogtak a könnyeink, hogy hát úgy kijött, ugye? És a gyerekek először néztek bennünket, hogy két néni sír. És aztán utána ráéreztek ők persze erre nyilvánvalóan, de akkor, mikor elmentek az osztályok, akkor megállapítottuk, hogy ma meg mit jók voltunk. Na majd megtudjuk, hogy mennyire. Megkérem Minit, hogy jöjjön ide közén, Kelekes Eduárdné, a könyvtár igazgatója. Szia, édes
Hát milyenek voltak a kolléganők, milyenek voltak ezek a zenei foglalkozások, mennyire lehetett főnökként hatni Évára például? Hát még egy kicsit a kezdetekről. Én az Évát, hát majdnem 4 évtizede ismertem meg könyvtárosként. Nem énekeltünk együtt korábban a zeneiskolában, én egy kicsit idősebb voltam, én is jártam a zeneiskolában, és később ismertem meg, de nagyon romantikusnak találtam én azt, ahol az Éva dolgozott. Ugye az első között jött létre a zeneműtára a megyei könyvtárnak az országban, és fölkerült az August ház toronyszobájába, békésen éltek együtt a Liszt Ferenc emlékszobával, és azokat a szolgáltatásokat is elvállalták, amit ott kellett teljesíteni. Számomra ez olyan romantikus volt, hogy csigalépcsőn kellett fölmenni, és hogy este is ott voltunk, és ahogy hallottuk a gyerekek kopogó lépteit, olyan volt az egész, mint az Éváik valami Csipke Rózsika mesében lennének, remélem jött Királyfi is, tehát nagyon volt. Érdekes és volt. Ezt mi ezért nem tudtuk konkrétan, de nagyon szép emlékeim voltak, és én nagyon sajnáltam először, hogy onnan az August-ház toronyszobájából leköltözött a megyei könyvtár központ épületébe, de így sokkal kényelmesebb volt. Hogy az Éva milyen munkatárs volt, mint ahogy itt is kiderült, hát roppant határozott. Tehát amit az Éva azért elhatározott, azt keresztül vitte. Tehát ott nem volt mese. Amit meg akart csinálni, azt megcsinálta. Én nagyon szeretek mániás emberekkel dolgozni, akik előtt cél van, akik meg akarják valósítani azt, amit akarnak, és az Évának ez a zenei ismeretterjesztés az élete volt, és nagy teret biztosított az a lehetőség, hogy a megyei könyvtár zeneműtárának a gyűjteményét kialakíthatta, ugye akkor ez nagy dolog volt a 70-es években, sőt elindíthatta a megyébe a hálózatfejlesztés, sorba alakultak ki a zeneműtárak, a megyébe részt vett az országos munkában is, mint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete zenei szekciójának tagja országos rendezvények lebonyolításában is. Hát itt már a foglalkozásokról szó esett, ragyogó ötletei voltak, nem felejtem el a csodálatos zenei táborokat Faddomboriba, és még hát azt a sok-sokféle tevékenységet, amit magáénak mondhatott, amit azt gondolom, hogy mindenki elismert. A karitatív tevékenység is nagyon jellemezte az Évát, tehát volt empátia benne, olyan, nem azt mondom, hogy elesett, hanem bizonyos szempontból segítséggel élők iránt, így a vakok és csökkentlátóknak. Az első között hoztuk létre a hangos könyvtárat, ami egy hatalmas állomány volt, és azt jelentette, hogy egy-egy regény vagy 25-35 kazettán jelent meg, de meg lehetett hallgatni otthon, sofőrök és mások is vitték. Éva ebből nem csak megyei, hanem régiós szolgáltatást is varázsolt ebből a szolgáltatásból, és később a vakoknak sokféle más egyéb szolgáltatást is elindított. És most is nagyon büszke vagyok, hogy még tavaly is megtartottuk az Együtt Egymásért hangversenyt, amikor együtt szerepeltünk a vakok képviselőivel. Nekem nagyon nagy öröm volt, amikor az Évát a Tolna megyei Vakok és Csökkentlátók Szövetsége a Tész László emlékérem díjban részesítette, nagyon megérdemelte. De mellette kapott még a várostól, és azt is nagyon megérdemelte a városi tevékenységért, amit itt a kulturális életben létrehozott, a közjóért díjat, és büszkérkedhet egy országos szakmai díjjal, a Vlasis Gyula díjjal, amit elsősorban népművelők szoktak megkapni, de olyan széles körű volt az Éva a tevékenysége, hogy ezt egy országos támogatottsággal ebben a díjban is részesült. És beszéltünk arról, hogy mi az a sajátosság, ami engem az Éva munkájához köt. Tehát elsősorban ez a zenei ismeretterjesztés, amit tényleg Mária. Bocsánat, de láthatunk érdekes fotókat is. Igen, ha be lehet lassan indítani, majd igen. Jaj, hát amiről hát már, ugye, hogy beszélünk sem csak azért. El, mert ugye ez még a toronyszoba, és még a Béla bácsi és a Ranga Éva, aki már nem él sajnos, szilveszter volt, tehát nem ilyen volt a zeneműtár, bocsánat. Ez egy szilveszter, és csak ott éppen ünnepeltünk, már zárás után voltunk, ez az emlékszobai része, ott szabad volt, ez nem az zeneműtári rész, az egyik fele az emlékszoba volt. Itt már az új helyen, tehát benne a megyei könyvtár épületén belül, igen, foglalkozást tartó gyerekeknek, hát ugye földön ülnek, mert nem volt máshol hely. Itt a Jutkával tartjuk a foglalkozást, ugye közösen természetesen, és még olyanokra is vetemettünk, lehetne tovább menni majd, hogy na jó, hát persze néha beszélgettünk is, de itt azért bemutató, élő bemutatásokat is csináltunk a gyerekeknek, tehát igen, arról is van kép. Valamit éppen, látod, ott is énekeltél, és azt mondtad, hogy nem.
Hát dehogy nem, énekeltünk mi ott is együtt. Jaj, ez, na itt egy megállhatunk egy pillanatra. Ez volt az a katasztrofális alkalom, amit beszéltünk, hogy, hogy a főnök, a Lovas Henrik volt akkor az igazgató, és mondta, hogy Éva, ha még egyszer a János Vitézt valakinek megcsináljátok, megőrülök. Kiugrak, nem tudom, mit csinálok vele, de ne. Többet ne. Kívülről fújom a János Vitézt, alattam van a zenem, után nem akarom többet hallani Iruska dalát, és egyáltalán semmit nem szeretnék hallani. És akkor volt egy ilyen névnapi buli, és azt mondtam, hogy már pedig azért is megcsináljuk még egyszer. Jutkával beöltöztünk, ott a Jutka fekszik. Julától kértünk kölcsön ruhát, ilyen bartinás ruhát. Én mindjárt látszom, szintén beöltöztem ilyen bartinás ruhába, és akkor eljátszottuk Jancsit és Iruskát, igen. Hát én ugye nem tudom, mennyire látszik, kék zokni, gumikesztyű, lavorba mosok éppen a pataknál, és a Jutka pedig megpróbál elcsábítani, mint János, ugye, vagy Jancsi, Kukorica Jancsi, mehetünk tovább folyamatosan. Itt már nagyon, igen, igen, fenegeti a fogát rám. És aztán vehetünk tovább, ezt ugye eljátszottuk, na most itt azért fetrengett a nevetéstől mindenki, és megbocsájtotta még a Lovas Henrik igazgató is. Hát itt aztán ugye megtaláltuk egymást, a vége ez lett azért, és igen, ez lesz a vége, hogy akkor összeházasodunk, ugye, mint Iluska és Jancsi, vagy János Vitéz, és a főnök megbocsájtotta nekünk, mert ezzel tettük jóvá azt a sok-sok foglalkozást. Hát, ha már, hogy ki mit hallott sokszor, mi az olvasótermesekkel, meg én is fönt az irodámban az állatok harsangját, és a Péter és a farkas, hát én is már szerettem volna kérni, hogyha lehet inkább valami mást, mert utána már nem tudtam otthon ezeket a darabokat meghallgatni, azért kellemes volt, tehát igazából. Visszatérve az Éva erényeire, tehát, hogy nagyon határozott egyéniség volt, és mindent, amit elhatározott, éghez vitt, és most közügyekről van szó, és nagyon jó, hogy ilyen volt, mert ilyen mániás emberekkel lehet egy kicsit megváltani a világot, csak egy kicsit. Tehát ez a zenei ismeretterjesztés mellette az, hogy az Éva a szűkebb környezetében a zene varázslatát elfogadtatta és megismertette, ez borzasztó nagy dolog volt. Az Évának bámulatos érzéke volt ahhoz, hogy fölfedezze a gyerekekbe, akár egyéni, akár közösségi foglalkozásokon a tehetséget, és ezt kibontakoztassa, és ugye ez nagyon nagy dolog volt. És ami még a karitatív tevékenységét kiegészítve jellemző rá, hogy valahogy arra is ráébresztette a közönséget, ráébresztette az embereket, hogy a zene az örömforrás is, és mellette, mint a jó szó, lelki támasz is. És nekem ez a legfontosabb emlékem az Évára. Arany János a tudós macskája. Nagy lett volna a tudósnak az ő tudománya, de mi haszna? Kevés hozzá vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, s hajna, akkor esett ez a bolond história rajta. Nem szeretett ez a tudós semmit a világon, járt legyen bár égen, földön, két avagy négy lábon, de a kendermagos cicát, s hajna, égtelenül megszerette, majd hogy fel nem folta. Szolgája is volt, a háznak ez viselte gondját, hogy lába ne kelljen, s a szelek el ne hordják. Hűcseléd volt félig meddig. S hajna koplalás lőn reggel, este bőséges jutalma. Máskülönben ment a dolga a kedves cicának. A reggelin gazdájával ketten osztozán. Búsan nézte ezt a szolga, s hajna, fél zsömlére, pohár tére, nagyokat sohajta. Mert tudósunk a magáét, ha főreggelizte, felét a cicának adni volt a szolgatiszte. Úriasan élt a macska, s hajna, csak nem akart meglátszani rajta. Hé, mi baja van annak az állatnak? Szőre borzas,
csontja zörgős, szédelegve ballag. Jaj, uram, hát a sok éjség, sajna, kétszereznők csak a tartást, mindjárt lábra kapna. S aznapságtól iccetei járt, kapott egész zsemlét. A tudós csak lesi, várja, hogyha neki telnék, de a cicus nem üdült föl. Sajna. Elfogyott a fogyóholddal, sarlóvá hajolva. Kendermagos szegény cica nyavajába esvén, felvette a néhai nevet egy szép őszi estvén. Átszellemült kedves állat. Sajna. Falaton megosztám véle, mégis meg van halva. Mit agadás, mond a szolga, a cicus nem vétett? Én evém meg ő helyette reggel az ebédet, mondtam, menjen egér fogni. Sajna, nem terem ám ott egér, hol üres minden kamra. Nagy volt, mondok, a tudósnak az ő tudomány. De mi haszna? Kevés hozzá vágott dohánya. Könyvet írt a bölcsességről, s hajna, ilyen apró dőreségek gyakran estek rajta. Nem vitatom, hogy jobban megy neki, mint az éneklés, tehát most már aláírom. Én. Elnézést kérek utólag is akkor. Egyetlen egy mondatot szeretnék még kapcsolódva a könyvtári és a zeneművészet kezdeteire, hogy Pétert szólítanám meg. Ne haragudj, Péter, de mi együtt éltünk már, nem úgy, hanem ugye a zeneiskolában és a zeneműtárban. Sokáig azt hitték, hogy a zeneműtár a zeneiskolához tartozik. És én hadd kérdezem már meg azért tőled, illetve mondd el, hogy nektek mit jelentett ott a zeneműtár, hiszen olyan szimbiózisban éltünk a zeneiskolával, hogy ez valami hihetetlen. Nekem nagyon meghatározó volt az a 10 év, amit együtt dolgoztunk és együtt ültünk ott. Igen, hát elhangzott, hogy a toronyban volt, hát nem a Kékszakán tornyában, de hanem az Augustház gyönyörű torony részlegében volt a zeneműtár. Ez azért volt csodálatos dolog abban az időben, tudnélik, hát ha belegondolunk, ugye bakelit lemezek. Több ezer bakelit lemezen rendelkezett a megyei könyvtár, léte, ugye a zeneműtár részlege. Otthon ugye magánházaknál, akinél volt is komoly zenei lemez, ezekből nem nagyon jutott neki, mert a legmárkásabb és a legjobb minőségi nyugati lemezek, tehát a Decca lemezek, emlékez a piros kezű bácsira, ugye Zsófi lányom hívta, Arthur Rubinstein, igen, összes felvétele megvolt, valamennyi Chopin mű, és hát mi is, mint zenetanárok jártunk föl rendszeresen hallgatni, illetve a növendékek. Ez ugye elhangozhatott volna, hogy az a két csodálatos zenei eredmény, ami zenei művetségi versenyen született, a Verdi, illetve a Beethoven két szexárdi, igen, csapat nyerte, ennek a felkészülésében oroszlán része volt a zeneműtárnak nektek, illetve az a lehetőség, hogy szinte valamennyi zenemű megvolt. És mi is nagy örömmel jártunk fel. Ha jól emlékszem, 6 vagy 8 lemezjátszó tudott párhuzamosan működni. Minden szék előtt ott volt 8 dugó lehetőség, ezek a Jack dugó, jól mondom? Igen. Szabolcs. Akkor ilyen? Még túlerek voltak az első időben. Na, pláne. És tehát 8 különböző lemezföl tudtatok tenni, kinek az érdeklődése szerint. Rengeteg népzenei felvétel volt, irodalmi lemezek, klasszikus hangszerezenék, szimfonikus oratóriumok, komplett hámolmise, Bach teljes műjegyzéke megvolt. Úgyhogy nagy örömmel jártunk föl, és hát ez most is egy olyan érték, ez a rengeteg bakelit lemez, hogy meg kéne teremteni annak az anyagi lehetőséget, hogy ezt digitalizálni, mert olyan csodálatos felvételek, amiket azóta nem adnak ki
például CD vagy egyéb korszerűbb technikán. Igen, ez így van, és köszönjük. Rengeteg információt tartalmaznak, olyat, amit a mostani CD-ben. És hát higgyék el, hogy jobb minőség, hangminőség szól ezeken a régi lemezeken, mint bármelyik mostani CD-n. Köszönöm szépen, és azért ugye nem múlt el móka kacagás nélkül az együtt eltöltött év sem, a jó néhány év, mert azért emlékszem, amikor a Lisztemlikek Szexádon című film készült, a Pécsi TV készítette a filmet, akkor ugye ti Tésztacival játszottatok el Hans von Bülót és Liszt Ferencet, és ugye négykezest játszottatok, azon kívül a Madrigál kórustól kezdve mindenki szerepelt, és ne felejtsük, hogy abban az időben még Vadóc Kálmán bácsi volt az igazgató egyébként, amikor én oda kerültem, és nekem számomra mindig ő volt az, olyan volt, mint az öveges professzor tünemény volt a kinézete is számomra, nagyon kedves volt és nagyon szerettem. És akkor, amikor ezt a filmet készítették, azért Péter nem bírt magával akkor sem. A humora az nem engedte meg, hogy valamit ne dobjon be. Amikor úgy éjszakában nyúlik a felvétel, és lent a két kórus eljátsza azt, hogy Lisztet ünnepeljük, és fátyákkal a kezükben vivát, és ugye megvolt az, hogy na snit, vivát, és akkor kész a felvétel, ilyen kettőkor vagy háromkor. Na most, amikor az utolsó felvételt készítenék, Péter, ott volt egy ilyen picike kis erkély a toronyban, a második emeleten, még most is ott van, ugye, és Péter észrevétlenül kiment az erkélyre, mintha ő lenne Liszt, és elkezdett, persze, hogy végig nevette mindenki, elkezdte, hogy köszönöm híveim, ugye? Innentől kezdve felvétel leáll, újraindul. Nagyon örült a Bükkösdi Laci, mint rendező. Így volt, vagy nem így volt? Tehát azért sztorik... Takarodj vissza, a csapó indul. Igen. Tehát sztorik voltak azért ott is. Hát körülbelül ennyi a zeneműtár évekről. Hát akkor köszönjük szépen, és közben mi azért már egy kicsit a jelenbe fordulva is beszélgetünk még továbbra is természetesen a zene szeretetéről, az ismeret terjesztésről, arról, ami tulajdonképpen azt hiszem, hogy egy nagyon meghatározó jelzőt ragasztott rád, a Tücskös Éva, Tücsök Éva, kinek hogy tetszik. Tehát én most tényleg, amikor így az elmúlt napokban készültem, és akkor ki lesz a vendég, hogy lesz, mind lesz, és akkor mondtam, hogy a Béres Éva, Béresné Éva, ki az? És akkor mondtam, ja, Tücskös Éva, Tücsök Éva. Tehát azt hiszem, hogy 17 év egyik hozadéka ez persze, ez csak az egyik legapróbb, és nagyon-nagyon érdekes, sosem gondoltam volna, hogy mindez hogy indult el. Éva látott egy műsort. Igen. Egész konkrétan otthon többször bekapcsoltuk. Akkor Jugó Televízió volt, azt hiszem, és olasz tévéadás volt, ezt a párommal néztük, és gyerekek énekeltek színpadon, de komplet zenekari kísérettel, karnagy volt, kórus mögöttük, és ilyen kis picike 3-4-5 éves gyerekek is énekeltek akkora elhivatottsággal, és imádták a közönség tagjai, és ott tapsoltak. Ugye, mint mondtam a Jancsinak, hogy hát hú, kéne ilyet csinálni, annyira jó lenne, és hát csinálj, hát hirdesd meg. És így alakult tulajdonképpen, hogy egy popdal versenyt meghirdettem, egy megyei popdal versenyt, de ahhoz nekem partnerek kellettek, és akkor ugye kellett hozzá nyilvánvalóan egy művelődési ház, kellett hozzá egy televízió, pop-tv kiváló lehetőség volt, Kindi Gábort megkerestem, és akkor való igaz, hogy a Jutkát belerángattam, hogy mi lenne, hogyha nem csak popdal verseny lenne, hanem egy ilyen, olyan jellegű verseny, ahol prózáti meséket, humoros meséket lehet mondani, és akkor 200-300-an jelentkeztek, rengetegen, és elkezdtük őket fölkészíteni, megszelektálni persze, hát nyilván azért volt egy mérce. 2-3 hónapig készítettük őket folyamatosan, és akkor egy végén lett egy monstre műsor, szegény Szeriárpi ülte végig az egészet az újságtól, de aztán utána nagyon-nagyon élvezte, és mondta, hogy 4,5 órán keresztül a gyerekek fönn a színpadon, tehát nem ez az, hogy földanyának földanya az anya, tehát nem ilyen jellegű műsor volt, hanem fölraktunk nekik enni, inni valót, szabadon mászkáltak. Ha valaki megijedt, vagy elsírta magát, akkor ölbe vettük, és akkor ott mondta a verset, vagy a mesét, vagy úgy énekelt, hogy velünk együtt. El se bírta néha a mikrofont, olyan pici volt. Úgyhogy, és akkor ebből jött az igény, hogy a Kindi Gábor mondta, hogy nem jönnétek ki énekelni a Dombori Nyári Fesztiválra? Hát dehogyis nem, hát miért ne?
És akkor ugye elkezdtük, hogy hát de jó lenne együtt maradni. Na ennek valami szervezeti formát kell akkor viszont találni, és akkor kerestem meg a műfáz igazgatónőjét, Halmai Zsuzsit. Halmai Gáborné Zsuzsát kérjük, hogy jöjjön közénk, és hát meséljen arról, hogy mit gondolt, amikor Éva bekopogtatott az ajtón a nagy ötlettel. Hát először is én ott voltam annak a Monsen műsornak, nem úgy, mint a Szeriápi végig, de hát ültem ott abba a színházterembe, és elvarázsolt. Az, ami ott történt, elvarázsolt, az a barátságosság, az az igazi alázat, hogy ott ők segítők voltak. A gyerekek voltak a főszereplők, és így a tehetség annak a kisebb és a nagyobb formája is megnyilvánult. Úgyhogy amikor az Évi ezzel az ötlettel jött, hogy legyen folytatás, akkor én azt gondoltam, hogy ha valakinek ilyen csodás szeme van, nem így, hanem egyébként, hogy meglátja, megtalálja a kicsikben is, a kezdőkben is a tehetségnek a csíráját, ez egy borzasztóan fontos dolog. Aztán az is fontos dolog, hogy akkoriban, és ez egy másik büszkeség, azért voltak a művelődési házban, itt már korábban elhangzott együttesek, Bartina, mindenki, és ezeknek már nagy múltja volt. Ez a csapat egy teljesen kezdő csapat volt. Lehetett tudni, hogy az, amikor majd föllépünk a Dombori Fesztiválon, hogy az még odébb lesz, addig még rengeteg sok munka van, és az Éva nagyon hitt ebbe. Úgyhogy könnyű volt ehhez így csatlakozni. És aztán persze meg kellett küzdenünk azért, hogy úgy helyet kapjanak a többiek között, hogy kialakulhasson az a rend, amikor nekik is jut próbaterem, ami nagy küzdelem volt, hogy nekik is jusson színpad is, mert az volt a metszet. És aztán úgy nézni, ahogy nő a család, mert hogy ez egy család lett, az igazán szívet melengető érzés volt. Hát rengeteg mindent fel lehetne eleveníteni, akár egy órán keresztül is beszélhetnénk, de hát nyilván csak ilyen főbb dolgokat mondjunk el, hogy Franciaország, Kína az első CD-k, tényleg csak így szemezgetve a legfontosabbaktól. Azért, amikor ide eljutottatok, Éva, akkor az számodra mit jelentett? Úgy érezted, hogy akkor helyére került a dolog? Vagy, amit én még mindig érzek, hogy egy folyamatos fejlődés, tehát ugye most már zenész színpadról beszélünk, és egy folyamatos megújulás az, ami téged ebben motivál. Ez így van. Az, hogy kicsit megállapodhatunk, vagy legalábbis 98-ban, amikor megkaptuk azt a státuszt, hogy Szexárd kiemelkedő művészeti együttese lettünk, azért egy nagyon fontos esemény volt. 3 év működés után, abban az évben jelent meg az első lemezünk. Béres János írta az összes dalt, a szöveget, a dallamokat, mindent, és őt pedig a gyerekek mindennapi tevékenysége inspirálta, tehát gyakorlatilag konkrétan gyerekekre írta a dalokat. A Kínáról is beszéljünk egy picit, hiszen annak is voltak előzményei, hogy arra azért az utazásra pénzt össze kellett szedni, Budapestre menni, műsorba nyerni Levente Péterrel ezeket. Éva mindig megtalálta a lehetőségeket, és mindig nagyon figyelt arra, hogy mindenki eljusson. Tehát nem lehetett az, hogy valaki nem talál ehhez támogatót, hogy nem jut el. Nagyon-nagyon figyeltünk erre. De hát jöttek persze a viszontagságok is. 2 apró dolgot szeretnék elmesélni Kínából. Az egyik az volt, amikor egy pagoda erdőbe voltunk először, aztán egy kung-fu karate iskolába. Hát mindenki csodálkozott, én is, hogy itt milyen műsor lesz, mert hogy hát azért ez egy elég érdekes összeállítás, és aztán egymásnak léptek föl a kung-fu karate iskola tanítványai, akiket csodáltak a gyerekeink, aztán pedig, és Éva ott közben mindent rendezett, a karatésokat, a föllépést, a hangosítást és minden egyebet, és utána pedig ezeknek az egyébként nagyon elsőre morcosnak tűn és nagyon kemény embereknek, amikor elkezdtek a gyerekek énekelni, akkor az megint egy olyan alkalom volt, amikor hát tényleg mindenki meghatódott. És még egy emlék Kínából. Elmentünk Szecsuán tartományba Pekingből, és ez egy éjszakai utazás volt, egy egész éjszakás utazás, és ugye hát ez nem egy kényelmes dolog volt, hanem vinni kellett a nagy bőröndöket, minden, a felszerelést, mindent. És hát mindent megígértek előre, hogy klapolni fog, de amikor bejött a vonat, kiderült, hogy mi nem is egy kocsiba vagyunk beosztva, hanem a kettőbe. És hát Évának akkor itt teljesen, nagyon féltettem, hogy ne legyen valami gond.
És akkor elkezdtük beosztani, hogy akkor hogy lehet a gyerekekre vigyázni. Hát az volt az alap, hogy nem alszunk. Senki nem alszik, mindenki vigyáz. Igen. Hol a csomagokra, hol a gyerekekre vigyáztunk. Aztán akkor végül kitaláltuk, hogy mégiscsak egy helyre kellene költöztetni a gyerek, de a csomagok is ott legyenek, és azokra is vigyázni kell. Úgyhogy az lett hajnal felé már, hogy egy ilyen alsó ülésen ilyen alvos ágyak voltak. Három emberi. Fölül alul, bőröndök, gyerekek, mi ketten alul így. És nézd, hogy alszom, nem alszom. De hát azért ezek csodás emlékek voltak. Igen. És hát nyilván sorolhatnánk belőlük nagyon sokat, de hát akkor most jöjjenek azok, akikről beszéltünk. Jöjjenek a tücskök, Éva. Igen, hát szeretném akkor, hogyha most végigfutottunk ugye a képeken talán, még az utolsó egy-két képet, hogyha meg tudjuk nézni menet közben, ez már Románia. Az utolsó nagyobb akciónk az nem volt más, mint hogy a sok-sok országos fesztiválnak és nyereménynek köszönhetően fölfigyeltek rá olyan nagy rendezők, mint Miklós Tibor és nagy koreográfusok, stb. És 8 olyan tehetséges gyereket kiválasztottak egy országos produkcióba, ami nem volt más, mint egy Bohém rapszódiája a Margit szigeten, a Freddie Mercury emlékére készült darab. Még engem is fölhívtak, én voltam a gyászoló anya végén, és a gyerekek ebben vettek részt, és még most talán nyáron is menni fog a darab. Hát azért ez hatalmas dolog, hogy a Tóth lányokkal, a Varga Miklóssal, és sorogathatnám az összes többi énekest, hogy kikkel énekeltek együtt, illetve játszottak együtt a gyerekek. Aztán itt a rejtő regény alapján készült nagy zenés darabot rendezett a Miklós Tibor itt, az én asszisztálásommal és a Jazz Quartet zenéjére. Tehát sok minden történt, de azt hiszem valóban szóljon a zene most már. És megkérem Gáti Lászlót, aki a kezdetek kezdetén is ott volt, hiszen élőben ő kísérte annak idején a gyerekeket, üljön a zongorához, és a gyerekek pedig, akik itt vannak, vagy álmom volt túl merész, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt körém. Te eljöttél, s a súlyból csak egy szárny lett, ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván, mit ér egy hang, mit nem kísér a fény. Szóljon hát most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepítettél. A lelkem fájt, vagy álmom volt túl merész, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt körém. Te eljöttél, s a súlyból csak egy szárny lett, ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mely szétfoszlott az úton? Mit ér egy hang, mit néma csend kísér? Szóljon hát most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepítettél. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árván,
ránk, mit néma csend kísér. Szóljon hát most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepítettél. Mit ér egy hang, mondd hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit néma csend kísér? Szóljon hát most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepítettél. Mit ér egy hang, mit nem kísér a szél?